Józsi bácsi, milyen apropóból vagy itt Balatonfüreden? Eljöttem az unokámat meglátogatni. Ki az te unokád? Illés Bence. És mennyire vagy elégedett a játékával? Én nagyon meg vagyok vele elégedett. Mióta sportol ez a kisgyerek? Hát 6 éves kora óta. Igen? Igen. És mit szólsz a fejlődéséhez? Mert azért megy egyből belecsöppen az NB3-ba, ez nem kis feladat? Nagyon szorgalmas gyerek, és nagyon jó edzője volt a Hajdú Lajos, mint kapus edző. Nagyon szorgalmas a gyerek. Mit válsz a mai mérkőzéstől? Hát biztos győzelme. Az Újpest mit játszik a mai napon? Az Újpest 2-0-ra nyer, igen? A Bicske meg 3-0-ra. Jó, és mire alapozod ezt, hogy mi 3-0-ra nyerünk? Azért, mert nem szoktunk gólt kapni mostanában, úgyhogy biztos most se kapunk, és itt mindig sok gólt tudunk lőni, úgyhogy szerintem ez most is így lesz. Jó, tehát akkor nem egy gólos meccs, hanem több gólos meccs lesz. Én 3 gólt. Jó, hát az Újpestet meg nagyon szorítsam, mert lehet, igen, hogy ki fog esni az idén. Nem, reméljük, hogy nem. Az Újpestet épp meg akartam nézni, hogy hányadik a tabellán, igen? Mire legörgettem, lemerült a telefonom, úgyhogy majd segítsetek. És te mit válsz a mai meccstől? Hát szerintem nekem is az a tippem, hogy nem kapunk gólt. Igen. Bár a belső védő Vityánk sajnos öt sárga miatt nem lehet itt, de a Lakat ezt tökéletesen meg fogja oldani a feladatot helyette. Úgyhogy nagyon jó a csapatunk, szerintem 2-0-ra nyerünk. Attila, azért az elmúlt évek tapasztalata meg eredménye azt mondják, hogy sok gólos meccs, abban benne van 4-2-3-2-es Bicske győzelem. Nem fogunk gólt kapni szerinted? Én nem tudom, nekem az az érzésem, hogy ma nem. Jó, tehát akkor nyerjünk gól, kapott gól nélkül. Most öt forduló, igen, ez a hatodik meccsünk. Óta nem kaptunk gólt. Igen. Remélem, ma meg lesz a hatodik. Így legyen. Mit válsz a estő, Csaba? Üdvözlöm a kedves nézőknek. Ugye örülök neki, hogy ilyen gyönyörű idő van itt Balatonfüreden, a Balaton partján. Nagyon szeretném, hogyha nyernénk. Folytatnák a jó sorozatot, ez benne is van a csapatban. Én úgy gondolom, hogy egy egységes csapatot alkotunk most. Titkon azt szeretném mondani egy mérkőzés előtt, hogy nagyon szurkolok a fiúnak azért, hogy ezt az öt meccses veretlenségi sorozatot, mármint olyan szinten, hogy nem kaptunk gólt, hogy ezt egyel tudjuk növelni. De ha gólt is kapunk, ha egy góllal többet rúgunk, én már elégedem. Én a saját csoportom belül 2-0-át mondtam, pont ezzel, hogy megvédve ezt a gólkalanságot. Úgy legyen. Köszönöm. Mit válsz a mai mérkőzéstől? Szia, bácsi, köszöntöm a nézőket. Megmondom az őszintét, nem lebecsülve a Balatonfüredet, de egy magabiztos győzelmet várok a Bicskétől. Mm-hmm. Nagyszerű, hogy Csordás Csaba ilyen jól összerakta most a csapatot, nagyon egybe van. Mm-hmm. Az új igazolások szerintem remekek, nagyon bejönnek. Mm-hmm. Hétről hétre jobban játszunk, szebben játszunk. Nagyon tetszik az, hogy pörgősen játszunk. Most már tényleg oda tesszük magunkat, harcolunk, küzdünk, még hogyha adott esetben egy komáromi meccs becsúszik és nem sikerül gólt rúgni vagy győzni, de mindenféleképp pozitív változáson megy át a csapat, és még egyszer mondom, én egy magabiztos 1-3-as Bicskei győzelem. 1-3-as, úgy legyen, köszi! Ez már a mérkőzés 27. perce, Szalai kapja labdát, beíveli, és ott jön bizonyám, hogy ott jön a berobbanó, Zsiga Máté a 27. percben megszerzi a hazaiak vezető találatát. Zsiga Mátének ez az első szezonbeli gólja. De meg tudjuk majd nézni még egyszer ezt a jelenetet, mert bizony Bozsoki lába is ott volt. Nagyon közel a labdához. Ha csak nem az ő lábáról került be, de ennek nincs olyan nagy jelentősége, mert bizony gólt kaptunk a mérkőzés 27. percében. Íme még egyszer az előző jelenet ismétlése, Szalai átvette a labdát, fölnéz és bejátsz oda a rövidre, érkezik Bozsoki és Zsiga Máté, akinek a lábáról bekerült a Bicske kapujába, tehát bekerült kapunkba a labda, olyan közel volt, hogy erről Illés Bence nem tehetett. Ezúttal is mi támadunk, Lakatoshoz kerül a labda, kiteszi balra, Gaster, még elérte, jó labdája a Savanya Ferinek, ő beteszi középre, érkezik Varga, és őt gáncsolják! Egy rossz ütemű belépés után megvan a Bicskek javára ítélt 11-es, tehát büntetőrugás következik. Én az előző jelenet újból, nagyszerűen megy el Gasner, jó teszi a labdát Savanya Ferinek, Feri befelé vezeti, lehet, hogy Sóronnak akarta, Sóron átlépi, és érkezik Varga Szabolcs, és a védő bal szerencséje az, hogy pont ballal akart felszabadítani, és ott volt Varga Szabolcs, akinek a lábát elrúgta, egyértelmű 11-es,
Az ítélet végrehajtó pedig Sóron Tibor, az, aki itt a mérkőzés 41. percében megszerezheti csapatunk egyenlítő találatát. Neki fut és bevarja a bal felső sarokba. Nagyszerű gól Sóron Tibi részéről. Ez már Tibinek a szezon 14. találata. Így tehát 4 perccel az első félidő vége előtt ki tudtunk egyenlíteni ezzel a góllal, amelyet most látunk. Nagyon biztos végrehajtó Sóron Tibi. Igaz, a kapus arra ment, de mivel jól megemelte Tibi a labdát, így esélye nem volt a hazai a kapuvédőjének kivédeni, íme még egyszer. Bizony jó irányba ment a hazai a kapusa, Sevinger Zsolt, de védeni nem tudta ezt a lövést. Itt pedig nézzük ezt a támadást, mert ez a 95. perc eseménye, egy kezezés. A piros játékos, tehát a hazai játékos a kézzel viszi el a labdát, de a játékvezető tovább engedi. Ez már az utolsó utáni perc, a hosszabbítás utolsó másodperce, és ezzel megint ott van Barta Roland, vezeti rá a védelemre, már úgy tűnik, hogy semmi nem lesz ebből az akcióból, átíveli a labdát a túloldalra, és ott érkezik Csenyicki, és aki bevágja a hazaiak vezető találatát, és egyben a győztes gólt, a mindenit neki, nem bírtuk ezt a pár másodpercet. Hihetetlen nagy az öröm a hazaiaknál, ez érthető is, hiszen az utolsó után, másodpercekben, a hosszabbítás 5. percében esett góllal vezet a hazai csapat, és talán még annyira lesz idő, hogy előrévejük a labdát, és megpróbálkozzunk az egyenlítéssel. Egyszer megnézhetjük ismétlésben, kikerül a labda oda Csernyickihez, és még mielőtt odaérne védünk, a rövidbe vágja a labdát, és ezzel megvan a hazai vezető, illetve győztes találata. Éme a rövid sarkot célozta meg, nagy erő a lövés, Illés sajnos nem tudta védeni. Csak, és tessék nézni ezt a 0-2-8-as hadrendet, mindenki megy az utolsó másodpercekben, mert bizony még van ennyi idő, hogy a kapus megcsúszik, és bizony még lehetőség lett volna, amennyiben határozott abot támadunk. Na kérem, hát ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy vége a mérkőzésnek. Én tisztettel kérem még önöket, hogy maradja még egy kicsit velünk, hiszen már nem maradt más hátra, mint a két szakvezető véleményét, értékelését meghallgatni. Én köszönöm már megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra. Gratulálok ehhez a nagyszerű győzelmetekhez. Hogyan tudnád értékelni ezt a sikert? Hát ezt a sikert csak pozitívan tudnám értékelni. Tehát én egy hasonló mérkőzésre számítottam, elmondtam a srácnak is az elején. Két jó formában lévő csapat, egy küzdelmes mérkőzés lesz, azon belül esetleg egy kicsit a szerencse, esetleg dönthet egy pontrugás, úgyhogy erre nagyon figyeljünk oda, hát hála Istennek, úgyhogy most mellénk állt a végén. Igen, hát azért azt tudtad, hogy az elmúlt években azért itten Balatonfüreden Bicske nyert kétszer, és egyszer 4-2-re, 3-2-re, aki elég rossz kedvűen nyilatkoztál, most azért megfordult a kocka. Igen, legbelül nem mondtam benne az öltözőbe, de legbelül ugye bennem volt, ugye, hogy 5 meccsen nem kaptak gólt, még sajnos a Bicskét egyszer sem sikerült megverni, tehát kicsit reménykedtem, hogy egyszer minden megszakad. Igen, bízhatál benne, de egyébként mi ez a két döntetlen az utóbbi hetekben, a két gyengébb kieső csapat ellen, a Teskán és a Csorn ellen? A Teskándal, nem tudom, számtalan zicserünk volt, tehát ilyen a labdarúgás, semmi nem ment be, tehát ez komolyabb bajnokságban is előfordul, ha megnézed, ilyen mérkőzés volt, hogy semmit nem tudtunk berúgni, ha reggelig játszunk, nem tudtunk volna még egy gólt rúgni, a Csorna ellen hasonlót tudok mondani, tehát a helyzeteket kellett volna jobban kihasználni, és akkor azokat a pontokat is itthon tudjuk tartani, de ezzel soha nem szoktam foglalkozni, mert szezon végén szerintem minden csapat elmondhatná, ha ez a mérkőzés, ha az a mérkőzés meg lett volna, mennyivel több pontja lett volna. Ezek a tények, megyünk tovább, csináljuk, tehát mi nem szoktunk ezzel sokat rágódni. Minek tudod be a mai győzelmeteket? Hát úgy érzem, hogy a küzdésünknek, de attól függetlenül természetesen az ellenfél is küzdött, lehetett látni, hogy ők is a győzelemre mennek, nem húzták az időt, mentek, siettek a labdát, tehát lehetett látni azt, hogy mind a két csapat úgy van, hogy megpróbálja valahogy eldönteni a mérkőzést, olyan lefölment, ürkletett a mérkőzés, tehát tényleg nem, amit az öltözőben is mondtam a végén, tehát semmelyik nem állt be arra, hogy most jó ez az egy pont. Mentük, csináltuk, szerencsére az utolsó ütést mi tudtuk bevinni. Mi lehet a végső célotok a bajnokságban? Hát így, hogy most ennyire föl tudtunk jönni, és most hála Istennem a kiesés ellen küzdünk, persze vannak álmaink, mi is szeretnénk a 10-be végezni egy jó pozícióban, úgyhogy ez a mindenkinek a kitűzés. István, köszönöm szépen az interjút, és további sok sikert csapatatoknak. Köszönjük szépen, és nektek is további sok sikert. Hát kikaptunk 2-1-re, itt a végén kapott góllal, hogyan tudnád értékelni ezt a vereséget?
Szerintem nagyon jók, hogy jött ez a pofon, attól függetlenül, hogy abszolút nem volt benne a mérkőzés képében, hogy itt a végén egy kontratámadásból én azt gondolom, hogy nagyon mazsolák voltunk, hogy ez az ellenfél gól tudott ebből a szituációból rúgni. Én úgy gondolom, hogy jól mentünk bele a mérkőzésbe, meg voltak a lehetőségek, uraltuk a játékot. Aztán ugye, ahogy egyre parázsabb kezdett lenni a mérkőzés, én úgy gondolom, hogy a játékvezető nem igazán jól reagálta le a dolgokat. Aztán jött egy olyan periódus, hogy én azt gondolom, hogy a futballpályán mindennapos történéseknél mindenhol megtörténnek ezek a dolgok. Kapásban 4 játékosomat lesárgázott, utána jött ugye egy sajnálatos sérülés, bele kellett nyúlnom, ahogy tudtam cserélni egyből ugye több pozíción is változtatnom kellett, ez természetesen ez nem volt annyira hízelgő a csapat számára, de azt gondolom, hogy visszajöttünk a mérkőzésbe, kiegyenlítettünk, és hát hogy a másik fél időt is, aki látta, szerintem azért nyugodtan mondhatom, egy 70-30-as labdabirtoklás volt a javunkra, ami nem igazán jött, amiben nagyon nagy hiányérzetem van egy ilyen mérkőzés, tudni kell, hogy kell lezárni, és ami a legnagyobb problémám, hogy folyamatosan lassítani akartuk a játékot, ahelyett, hogy ritmust váltottunk volna. Itt az utolsó negyed órában tetszett az, ahogy a Kovács Peti bejött középpályára, egy újabb lendületet, egy átjutó erőt vitt a csapatba, de sajnos ugye hiányoztak az utolsó jó döntések az egész csapatból. Én azt gondolom, hogy ugye utolsó percben kapni egy gólt, az sosem jó, de előtte ugyanúgy nekünk is megvoltak a mérkőzés labdáink. Egyetlen egy dolgot nagyon sajnálok, ami a Soron Timinek volt a kapufája. Én azt gondolom, hogy ha az gól lett volna, akkor ezt a Eurosporton még évekig visszajátszanák, mert egy extra felismerés volt és egy extra kivitelezés. Bosszantó, de itt tartunk, ezt tudom nagyon jó, hogy erre képesek leszünk, hogy sinorban nyerünk meccseket, aztán a semmiből jön egy pofon, de nem szeretném elvenni az érdemeit, ugye a kollégámnak is, Borginak gratuláltam, hogy én szerintem nagyon jól játszottak, és nagyon akarták a sikert, sokat is tettek érte, és én azt is gondolom, hogy megérdemelten nyertek. Jó, de azért az utolsó negyed óra, utolsó periódusban azért belementünk egy adok-kapokba, hiszen mi is támadtunk nyílt sisakkal, ugyanakkor ők is, tehát kinyíltunk egy kicsit, és talán ezzel töveztünk. Abszolút nem nyíltunk, megkontrolláltuk. Én inkább azt gondolom, hogy azokat a szituációkat idéztük el, amikor minőség kellett volna, akkor nem tudtunk minőséget képviselni. Gondolok arra, hogy második labdáknak a megszerzése után folyamatosan alul maradtunk a párharcokban, amikor minőségbe kellett volna, hogy mondjuk a társamnak lefejeljek egy labdát, vagy lepasszoljak egy labdát, az mindig az ellenfélhez került. Nem voltunk elég türelmesek a szélén való bontásnál. Én azt gondolom, hogy amit mondtam is, az utolsó 20 percben volt legalább 4 olyan lecsorgó, vagy éppen kontratámadás, amivel le kellett volna tudni zárni ezt a mérkőzést, ez nem sikerült. Jó, hát ezzel most már túl vagyunk, jön a Kaposvár, van miért visszavágni, hiszen ott kikaptunk 3-0-ra. Na, így van, semmilyen nem lesz könnyebb mérkőzés, ők is föl fogják szántani a pályát. Természetesen a mai pálya azért egy kicsit jobb minőségű, mint a mi pályánk, ezért is bosszantó, hogy helyenként nem mertünk úgy futballozni, hogy kellett volna. Én azt gondolom, hogy otthon meg kell tartanunk a veretlenségünket, és ki kell javítani ezt a csorbát. Csaba, beszéljünk már még egy pár mondatot a tegnapi megy-egyes meccsünkről. Mi a véleményed? Mi kell javítani még ott a BTC 2 csapatának, hogy egy kicsit följebb menjünk a tabellán? Szomorú, hogy arról kell folyamatosan mindig beszélni, ami a magyar futballban a valóság, hogy eljutottunk odáig, hogy én azt gondolom, hogy van egy nagyon erős első csapat keretünk, ahol olyan játékosok is vannak, akiknek ugye folyamatosan játszani kell a kettes csapatba vissza, és nincs meg az a kellő összetartás, az a kellő hit, az a fajta alázat, ami egyszerűen senki nem érti meg azt, hogy a megyei bajnokságban is, én úgy gondolom, hogy minden ellenfél attól függetlenül, hogy nagyon rosszul szerepel a megyei csapat, úgy gondol a Bicskére, mint egy nagy skalpra, ellenünk mindenki 100%-ot akarja, ugyanez a véleménye, mint az NB3-as bajnokságról is. És hát ugye, hogyha vannak olyan játékosok, akik büntetésnek veszik azt, hogy saját magukat kellene építeni, és elvegetálnak, már mondhatom, van olyan játékos, aki évek óta, és elégedett ezzel a sorsával, amiben van, az óriási probléma. Nyilván, amit mindig el szoktam mondani, 2,5 éve próbálunk építkezni, nagyon-nagyon-nagyon sok szép és jó dolog van a klub életében, de nyilván azért vagyunk még ott, ahol vagyunk, mert ezek a hibák benne vannak, ezeket próbáljuk javítani, meg fogom találni annak is a megoldását, meg fogjuk találni itt ugye a kollégákkal együtt, hogy hogyan fogjuk tudni azt megoldani, hogy annyi pontot tudjunk szerezni, hogy a megye egy is bent tudjon maradni. Természetesen, ami meg ránk tartozik az öltözőbe, azt megtartom magamnak, az meg is történt tegnap is, úgyhogy igazából röviden ennyi. Jó, de én úgy vettem észre, a te jelenléted az is sokat számít, hogyha ott vagy ezeken a megy-egyes meccseken, hiszen duplázott erővel játszanak azok a játékosok, akik a te kezed alatt hétköznapi munkát végzik.
jó, csak itt a kritika, amíg az első fél időben az ember csöndben van, addig értékelhetetlen teljesítményt nyújt az egész csapat, és nyugodtan mondhatom, hogy tegnap mind a 11 játékos valamilyen szinten kötődik az első csapat keretéhez, és amikor ugye megtörténik a félidei elbeszélgetés, vagy megtörténik a másik fél időben az a fajta kommunikáció, amire az ember sosem büszke, hogy ki kell fordulni magából, akkor egy teljesen másik arcát tudja mutatni a csapat. Meg is dicsértem a fiúkat, mert a másik fél időben az a fajta mentalitás, minőség, futás, ami kellett, az megvolt, csak hát ugye hiányzott az a fajta minőség, hogy hogyan kellene mondjuk gólt rúgni, meg hát az az egy pár játékos, akiről már az előbb beszéltem, hogy nyugodtan mondhatom, hogy letolt a nagy évbe, hogy mérkőzés van. Csak a mély pár gondolat, a héten, szerdai napon volt a Biskei Tornaklub 111 éves, ebből az alkalomból egy NB1-es csapatot fogadtunk a Puskás Akadémia FC személybe. Hogyan tudnád értékelni azt a napot, azt a mérkőzést? Mert én azt gondolom, hogy csodálatos nap volt a Biskei életében. Kaptunk egy gyönyörű öltöző komplexumot, ez hatalmas nagy lépés a mi életünkbe. Hogyha mérkőzésről beszélek, amit már sokszor mutattunk, hogy ha a Ferencváros ellen is képesek voltunk egy jó mérkőzést produkálni, akkor most nyugodtan elmondhatom, hogy a Puskás ellen is. Én azt gondolom, hogy az a csapat, aki az első fél időben játszott, nem véletlen volt 0-0 a mérkőzés, akár lehetett volna 1-0 ide, 1-0 oda. Mind a két csapatnak volt 100%-os zicsere. Ott tényleg meg is dicsértem a fiúkat, aztán a másik fél is addig jól nézett ki, ameddig ugye ott is bele kellett nyúlnom, mert természetesen ez egy gálamérkőzés volt, szerettem volna minden játékosnak lehetőséget adni, hogy meg tudja mutatni magát egy ilyen nagy csapat ellen. Összességében szakmailag is egy nagyon pozitív dolog volt, meg hát ami az ünnep részét takarja, az is szerintem nagyon jó volt. Csaba, köszönöm szépen, és ennél szebb napokat kívánok csapatunknak jövőben. Köszönjük. Okay.